Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A hosszú életű emberek keresztje, hogy nagyon sok szerettüket vesztik el életük során. József Nádor a kis híján 71 éve alatt eltemette 1,5 tucat, egészen pontosan 17 közeli hozzátartozóját. Apját 16 évesen hashártyagyulladásban vesztette el, és anyja is csak 2,5 hónappal élte túl a férjét. Így a fiú lényegében még kamaszkora vége előtt árva lett. 15 testvéréből szintén eltemetett 10-et, közte bátyját, a 23 évesen meghalt Sándor Lipótot is, akitől 19 esztendősen a nádorságot örökölte. Illetve ismert, hogy több mint egy évtizeddel túlélte másik bátyját, Első Ferencet is. A sor itt még nem ér véget. Mire a 43. életévét betöltötte, elvesztette 2 feleségét. Alexandra Pavlovnát 25 évesen, mármint a nádor volt 25 éves, az asszony 17 éves volt, Hermina Máriát pedig 41 évesen. Feleségei megajándékozták összesen 8 gyermekkel, de közülük is meghalt 3, még a nádor életében, és csak 5 élte túl az apját. Ha mindez nem lenne elég, hivatalból, azaz hivatalából kifolyólag is nagyon sok halálesettel találkozott. A 18. század végén és a 19. század elején még szorványosan, de egy-egy vármegyére kiterjedően jelen volt hazánkban a pest is. Igaz, egyre csökkenő mortalitással, de azért ez önmagában nem könnyítette meg a ragállyal való együttélést. Háború is akadt. 1809-ben, amikor a nádor fegyverbe szólította az utolsó nemesi felkelést, a győri csata természetesen véráldozattal járt, az érintetteket a frontvonal mögött húzódó hadikórház hálózatnak kellett ellátnia. Sebesültből is sok volt, de hamarosan kitört a tífusz, ami tovább tizedelte a lakosságot. 1831-32-ben a nagy kolera járvány szedte áldozatait, még 1836-ban egy kis kolera járvány pusztított, amely még így is körülbelül 80 ezer embert betegített meg, a mortalitása pedig 58% körül mozgott. 2 évre rá pedig a dunai árvízzel kellett megküzdeni. Vallásos ember lévén József Nádor a transzcendens miérteket talán kevésbé boncolhatta, a veszteségek és a gyászfeldolgozás, illetve a tömeges halálesetek során, ám a természettudományos miértek és magyarázatok, és főleg a jobbítás lehetőségei nagyon is foglalkoztathatták. Ezt minden bizonnyal az is segítette, hogy testvéreihez hasonlóan ő is az átlagnál árnyaltabb természettudományos ismeretekkel rendelkezett, erről hallhattunk előadásokat az előbbiekben is, szerette, értékelte és valamelyest értette is a természettudományokat, amelyek iránti elköteleződése az egész életműben tetten érhető. Az uralkodói dinasztia tagjaként természetesen a mindenkor legképzettebb, legjobbnak tartott orvosok vették körül, József Nádornak pedig nádori feladatköréből kifolyólag ismernie kellett a legalkalmasabb és a közügyek szolgálatára is kinevezhető szakembereket. 1809-ben például a tábori kórházak legfőbb igazgatását Eckstein Ferencre, az egyetem orvoskarának gyakorlati sebészet oktatójára és nem mellesleg Eötvös Loránd dédapjára bízta, aki néhány hét alatt egy 11 kórházból és több tucat stáborvosból álló láncolatot hozott létre. Amellett, hogy a tábori főorvos következő évben nyomtatásban is kiadta, hogy miként működött a kórház szervezet, a munka beosztott orvosai számára is életre szóló tapasztalatot jelentett. Még a felkelés után több mint 2 évtizeddel is született belőle tudományos publikáció az első magyar nyelvű orvosi folyóiratban, de erről majd egy kicsit később. És egy közbevetés, 3 kórház az 1786-ban feloszlatott Pálos rend egykori kolostorában kapott helyet. Ez csak azért említem, mert a rendről szóló legutóbbi kiállítás éppen itt a Nemzeti Múzeumban a József Nádorról elnevezett termekben volt látható. A Nádor gondos orvos választása nem csak ebben nyilvánult meg. Amikor Alexandra Pavlovna 1801-ben lánygyermeknek adott életet, aki csak pár órát élt, a 17 éves asszonyt 2 osztrák házi orvosa mellett 2 magyar orvos kezelte, Donhoffer Vince József tüdőgyógyász és Glózius Sámuel pesti főorvos. Minden igyekezetük ellenére Alexandra Pavlovna mindössze 2 héttel élte túl a szülést, holttestét pedig a pesti orvoskar doktorai jöttek boncolni, ők állapították meg a tuberkulózist is.
Második felesége, Hermina Mária szintén a szülésbe halt bele, miután az ikergyermekeket, István Nádort és Hermina Amáliát koraszülöttként világra hozta. A szülésnél ekkor is több orvos volt jelen, ez egyikük az a Birliede volt, aki ekkor Semmelweis Ignác elődjeként a Pesti Egyetem szülészeti tanszékét vezette, és aki egyébként nem ismerte el Semmelweis Ignác felfedezését. De ott volt Pfisterer András, aki az 1820-as években már országos főorvos, és egyben az orvosi kar igazgatója is volt. Egyébként ebbéli minőségében ellenezte a magyar nyelvű oktatást és az anyanyelvű tudományos diskurzust. Nem lehet azt mondani, hogy a Nádor a véletlenre bízta volna felesége és utódai sorsát, amint a sajátját sem. Jól képzett házi orvosok vették körül, közülük a két utolsó, Stáli Ignác és Württler József volt. Míg Württler József a Nádor magánorvosaként ténykedett, addig Stáli Ignác a korszak egyik roppant sokoldalú és tehetséges, szinte polihisztor orvosa volt. Szülészmester, a Bonstani intézet vezetője, a Seborvosi Kórház igazgatója, rövid ideig az egyetem rektora is volt. Mire József Nádor kezelő orvosa lett, addigra már mindezt elérte, plusz közegészségügyi tapasztalatra is szert tett. Részt vett önkéntes katonaorvosként a már említett 1809-es nemesi felkelésben, majd 1831-ben a Pest megyei kolera intézetek vezetőjeként tevékenykedett. Élete végén, 1848-49-ben pedig a szabadságharc tábori egészségügyének megszervezője volt, de ezt már József Nádor nem érte meg, sőt, Stáli sem érte meg a szabadságharc végkifejletét, mert 49 áprilisában meghalt. Stáli Ignácról még egy szempontból érdemes megemlékeznünk. A kapcsolat rendszere izgalmas pillanatfelvételét adja a reformkori magyar orvosi értelmiségnek. Az egyetem orvoskarán rendkívül sok későbbi sikeres orvos került ki tanítványaként a keze alól. Többek között az a Bugát Pál is, aki először oktatja majd a sebészetet magyar nyelven, és úgy általában is nagyon sokat tesz a magyar orvosi nyelv megszületéséért. Ez utóbbiban sokáig fontos kollégája Toldi, vagyis eredeti nevén Sédel Ferenc, a sebész irodalom történész, akivel 1831-ben elindítják az Orvosi Tár című magyar nyelvű szakmai folyóiratot. Bugát és Toldi, valamint Stáli és Württler neve még egy fontos közösségben összeforr. Ez pedig az 1837-ben alakult, majd 1842-ben jóváhagyott Budapesti Királyi Orvos Egyesület. Szeretném fölhívni a figyelmet a névre. Tudomásom szerint ez az első intézmény név, amelyben a főváros neve Budapestként és nem Pest-Budaként szerepel. Talán a városegyesítés holnapi kerekévfordulója alkalmából ennek még kedvesebb jelentése van. A gyakorló orvosokat tömörítő és főként az önképzést szolgáló közösség kezdetben ellentétben állt az egyetemi és akadémiai tisztséget viselő professzororvosokkal. Ez azonban néhány év alatt feloldódott. Sőt, a Pesti Orvosi Iskola később éppen azáltal vált nagyszerűvé, hogy folyamatos konzultációkkal megteremtette hazánkban az orvosi team munkának az alapjait. A 19. század közepének nagy orvos generációja, Semmelweis Ignáccal, Markusovszky Lajossal és Balassa Jánossal éppen ennek köszönhetően érhetett el minden korábbinál nagyobb hatást. A közösségszerveződésnek is lett még egy szála. Bugát Pál folyóiratában jelent meg a felhívás a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók első nagygyűlésének megszervezéséről, amely utóbb a Kárpát-medence szakmai vándorgyűléseként 1841 és 1933 között volt fóruma a tudományos diskurzusnak. Az első nagygyűlést nem mellesleg Stáli Ignác nyitotta meg. A vándorgyűlés társadalmi beágyazottságáról és a résztvevő orvosoknak a saját hivatásuk közéleti önértelmezéséről sokat elárul, hogy a vándorgyűléseknek helyet adó városok prominens képviselőit rendszeresen meghívták díszvendégnek. A gyűlések vitái között pedig olyan közérdekű témák is szerepeltek, mint egy egészségügyi tanítóképző fölállítása, az orvosi érdekvédelem, vagy éppen az orvosi nyugdíjügy. Az utóbbi pártfogójául éppen József Nádort kérték föl. Hogy miért lehetett József Nádor személye különösen is alkalmas egy ilyen ügy pártfogására, azt maga a nádori életút bizonyítja.
Közéleti szerepvállalásának ugyanis, amint erről ma is sokat hallottunk és hallunk, kezdettől fogva hangsúlyos eleme a természettudományok és a fővárosi közösségi önszerveződés előmozdítása, valamint a szociális ügyek iránti elköteleződés. Megnyilvánult mindez abban, hogy József Nádor nem csak megalapította, hanem védnökségét is vállalta a Vakok Intézetének, amely ma is a látássérülteket ellátó legnagyobb hazai intézmény. Pártfogása alatt alakult meg a természettudományok művelése mellett az ismeretek közérthető terjesztését is zászlajára tűző Királyi Magyar Természettudományi Társulat is, Bugát Pál ösztönzésére és részben a vándorgyűlésekkel együtt, amit az előbb már említettem. De számíthatott a Nádor támogatására a korabeli, orvoslástól még annyira nem eltávolodott irodalmi és bölcsészvilág közössége a Kisfaludi Társaság is. Számos jótékony kezdeményezés kapcsolódott a Nádornékhoz is. A budai és pesti jótékony nőegyletet Hermina Mária hozta létre, majd halála után Mária Dorottya vette át. A budai jótékony nőegylet épülete adott helyet 1828-ban Brunswick Teréz első kisdedóvójának is. Mária Dorottya kezdeményezte emellett a pesti szegény gyermekkórház felállítását, a SOTE mai egyes számú gyermekklinikája elődjét, valamint a József Nádor után Józsefinumnak nevezett fiúárvaház létrehozását is. Míg életében József Nádor szüntelen érdeklődését élvezhették a természettudományok, addig élete utolsó hónapjaiban a természettudományos közérdeklődés fordult hatalmas intenzitással a Nádor egészségi állapota felé. Stáli Ignác és Württler József 1846. október 8-ától naponta egy-két, néha három jelentést is kiadott a sajtóban 1847. január 13-áig. Aznap éjjel 2-kor írták az utolsót, a Nádor pedig néhány órával később, reggel 9-kor meghalt. A Magyar Tudományos Akadémia nevében Sédel, vagyis Toldi Ferenc mondott beszédet január 25-én. Másnap a Királyi Magyar Természettudományi Társulat is jegyzőkönyvbe vette a tagoknak a Nádor halála fölötti gyászát és a mindenkori támogatása iránt érzett háláját. Mindenről fiát, István Nádort is értesítették. 1847. január 13-án véget ért a legmagyarabb Habsburg kultúra és tudománypártoló tevékenysége, de hatása csak ekkor kelt igazán életre. Az általa vitathatatlanul személyes indítatásból is közvetve vagy közvetlenül támogatott tudományos közösségek, orvosi és szociális intézmények virágzásnak indultak, és sok ezer ember javát szolgálták nem csak Pest-Budán, de az egész országban. Ha van tanulsága József Nádor életének orvostörténeti szempontból is, az az. A szakadatlan és következetes tudománypártolás és a szellemi önszerveződés ösztönzése megtérül. De hogy ennek gyümölcséből ehet-e az, aki fölteszi rá az életét, azt előre sosem tudhatjuk. Értéke viszont annál nagyobb, minél több nemzedék részesülhet javaiból az életmű lezárulta után. Köszönöm szépen a figyelmet!